Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Fles Tamás, a Magyar Szállodaszövetség elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy szállodaszövetség elnökével az ember az overbookingról, a túlfoglaltságról szokott beszélni, a szabad égről, a fapados járatokról, meg hogy egyáltalán honnét fognak munkaerőt toborozni. Ma viszont másról kell beszélnünk. Ugyan az ország lakói megpróbálták a belső turizmussal menteni, ami menthető, de ezzel egy egész ipart nehéz megmenteni. Így van. Nagyon érdekes dolog, mert a turizmus az tényleg a béke, a boldogság, az öröm iparága, és most azt gondolom, hogy aki ma a turizmusban dolgozik, annak a legnagyobb százaléka nagyon szomorú, és nem is tudja, hogy hogy lesznek a következő hónapok, akár egy pár év is. Igen, a belföldi turizmus július-augusztusban tényleg erős volt Budapesten kívül. Ez nem tudja megmenteni a turizmust, és azt se tudja megmenteni, hogy 2019-ben 550 milliárd forint volt körülbelül a kereskedelmi szálláshelyek bevétele, aminek a felét a külföldiek adták. Ezt nem lehet máshogy visszatermelni, tehát ez el fog veszni. Azok az emberek, akik idáig ezt az összeget megtermelték, hisz ez egy szolgáltatás. Takarítani, főzni, mosolyogni, szennyest mosni, ablakot pucolni, mit csinálnak azóta? Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye elég sok ember elveszítette a munkáját az április-március végi áprilisi leállásnál, azonban a szállodaiparban meglepő módon nem annyi, mint a vendéglátásban, tehát itt kb. Olyan 30%-ot küldtek el átlagosan, 30-40%-ot a szállodák. Most viszont a mostani második leállásnál egészen biztos, hogy talán még az előzőnél is nagyobb elbocsátások lehetnek, hiszen azt számolja mindenki, hogy körülbelül 7-8 hónapnál hamarabb semmiképpen nem fog elindulni a nemzetközi turizmus, és akkor Budapestnek semmilyen esélye nincsen. Megjegyzem, a vidéknek is kevesebb van, hiszen a teljes külföldi vendégészakáknak az egyharmada vidéken csapódik le, az ott is hiányozni fog, meg a rendezvények is hiányozni fognak. Honnét lesznek majd egyszer vége lesz a járványnak új dolgozók? Hát szerint... Ez időközben az emberek idősebbek lesznek, újabb életpályát választnak, megpróbálnak megélni valamiből, és elkezdnek dolgozni, akkor nem fogják otthagyni azért, hogy visszajöhessenek ebbe a szakmába. Igen, azt gondolom, hogy talán ez a létező legnagyobb probléma. Tehát most van egy likviditási probléma, most ezt valamilyen formában meg kell oldani, aki meg tudja oldani. Ez a szálloda tulajdonosok szövetsége problémája, nem? Igen, meg az szálloda üzemeltetők és bérlők szövetségének a problémája is, igen, de félretéve a viccet, az hány a baj, hogy nem fog tudni. Menni ennek nem. Igazából nem ez a kérdés, hogy hány szálloda fog tönkre menni, nincsenek jelentősége, hogy hány szálloda megy tönkre, mert majd lesz másik tulajdonosa. Valószínűleg egyébként a legrosszabbak fognak tönkre menni, vagy akik a legrosszabb likviditásba kapták el ezt a mostani válságot, de nem ez a kérdés, az emberek a kérdés. Az, hogy rengeteg ember az utcára kerül, nem lesz állása, és amit ön is mond, az fog történni, hogy el fognak menni vagy más iparágakba, vagy külföldre. És amikor egyszer valamikor, nem tudjuk mikor, lesz egy újrakezdés, akkor nem lesz kivel, és ha lesz is kivel, vagy gyenge minőségű munkaerő lesz, vagy nagyon drága munkaerő lesz. Vannak olyan politikusok, én nagyon sok politikussal találkoztam, amik külföldön éltem meg, amióta újra Magyarországon itt is. Azt szokták mondani, hogy és van valami ötleted? És van valami megoldási javaslata? Nincs. Mert kritizálni az könnyű. Igen. Igazi, igazi megoldási javaslat nincsen. Tehát ebben a helyzetben igazi megoldás nincsen, kárenyhítés van. Tehát amikor abba az irányba próbálnánk meg elmenni, hogy lehet minél több embert átmenteni ezen az időszakon, ezt nem tudják megcsinálni csak a szállodatulajdonosok, üzemeltetők, ehhez muszáj kormányzati segítség. Kormányzati segítség, hogyha a Turizmus ZRT most agyon reklámozza a belföldi turizmust, ha valakinek van pénze meg kedve, hogy ezt tegye itthon. Nem ez a segítség szerintem. Tehát, hatalmas most... gazdasági támogatást is kaptak a renoválásra. Hát én azt gondolom, hogy a renoválás megint egy másik dolog. Először is csak a vidékiek kapták, és most először az életben Budapest a legelszenvedőbb fél, hogy így mondjam. Tehát Budapesten reménytelen a helyzet, és változatlan azt mondom, hogy nem az a kérdés, hogy miből fognak felújítani, milyen új szállodák fognak épülni, hanem ki fogja abban a munkát elvégezni. Ugye ma azért
nagyon pontosan tudjuk a világban, hogy van egy infrastruktúra, egy hardware, a szálloda, és van a szoftver része. És én azt állítom, hogy legalább az 50%, de bizonyos szituációkban akár még többet is ér a munkaerő a vendégélmény tekintetében. Tehát ha nem lesz képzett, jó minőségű munkaerő, akkor hiába állnak majd ott a csirvili felújított szállodák, nem lesz, aki dolgozzon benne, és ez fog elkövetkezni, hogy gyenge minőségű színvonalat fognak kapni a vendégek. Én azt hiszem, hogy valamilyen változásnak kell történnie, tudjuk. Ön nem egy légüres térben van, ön nyelveket beszél, és az ön szervezetének szinte minden országban van egy pandant szervezete. Külföldi kollégáiról miről beszél. Én életem végéig tagja maradtam az egyik ország marketing klubjának, hisz a szállodák itt föl vannak össze mindenféle feladatokra, és ott már azon dolgoznak, hogy mi lesz majd 2 év múlva, ha. Igen. Én nem nagyon szerettem az a haval kezdődő mondatokat. Szerintem a mostani pillanatot kell valahogy megoldjuk. Én inkább ebben gondolkoznék. Egyébként a külföldi kollégák, akikről beszél, nagyon sokfajta intézkedés van a különböző országokban. Ugye a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a HOTREK, a nemzetközi szervezetnek a tagja, ugye Brüsszelben van ez a szervezet, és azt látni, hogy a szomszédos országok, Ausztria, de akár Németország is ugye nem szomszédos, nagyon komoly segítséget ad a turizmusba, hiszen nagyon fontos. Magyarországon is több mint 10%-át adja a GDP-nek. És nem csak a turizmusról beszélünk ilyenkor, hanem az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról. Aki a Mirelit croissant árulja, aki kimossa a vendégruhákat, meg a lepedőket, a taxisok, és még sorolhatnám a kereskedők, rengeteg olyan ember van, aki közvetlen módon a turizmusból él. Ha megnézzük a vendégészakákat, és hogy egy-egy ország vendégei mennyi plusz pénzt hagynak itt a vendégészakák mellett, mekkora vásárló erejük van, akkor ez hatalmas kiesés. De itt van egy közel-keleti példa, például Izraelben, ahol más megoldás hiány a szállodákat bevonták az elkülönítésbe, tehát az állam kibérelte a szállodákat, és nem kórházakba helyezik el a karanténba az embereket, hanem szállodai szobákba, teljes karantén módszerekkel. Nem látom egyelőre, hogy az lenne a probléma, hogy ágyhiány van a kórházakban, tehát én nem hinném, hogy... Nem mindenkit kell kórházba tenni, de hát külön el kell külön egyelőre tenni. Nem vagyunk ebben a szituációban. Az első hullámnál egyébként egy jó pár szálloda papíron le volt foglalva, vagy rendelkezésre állt, nem kellett alapvetően igénybe venni. Értelemszerűen, ha segíteni kell, a szállodaipar biztos, hogy fog tudni segíteni. Ön ennek a szövetségnek az elnöke, mégis van valami elképzelése? Nézze, az elképzelésünk mindenképpen az, hogy folyamatosan beszélünk a kormánnyal, leveleket írunk, beadványokat adunk, és nem csak mi, hanem másik 4 nagy turisztikai szövetség, a rendezvényszervezők, utazási irodák szövetségével együtt, hogy mi az a segítség, amivel ez a bizonyos kárenyhítés, amiről az előbb beszéltem, megtörténhet. Tehát minimum vissza kéne állítani azt a járulékelengedési, a Kurzarbeit programot, ami egyszer már valamennyit segített rajtunk. Ugye minél tovább húzódik ez a döntés, annál több ember el fogja veszíteni a munkáját, hiszen a gazdálkodó szervezetek nem tudnak várni. Mindenki már múlt héten, a héten előkészíti ezeket a papírokat. Azon kívül én azt látom, hogy most már olyan elkeseredés van a szakmában, hogy Facebookon lehet látni, hogy a turizmusban dolgozók egy jó oldalon, része, igen. Így van, közösségi oldalon, a turizmusban dolgozók jó része úgy döntött, hogy kivonul az utcára és megpróbál tüntetni azért, hogy a kormányzat felfigyeljen rájuk. Mi azt gondoljuk a szövetségek, hogy megpróbálunk elérni a tárgyalóasztalnál eredményeket, de természetesen lehet látni majd, hogy elkeseredtek az emberek, sok ezer, sok tízezer emberről beszélgetünk. Ön hány szállodát vezet? Mi most 6 szállodát üzemeltetünk. Foglaltságok? Hát egynek jó a foglaltsága, mert az Esztergomban van, de az összes többi, ami Budapesten van, az a 0% és 5% között van. A szállodák azok olyanok, mint a repülőgépek, akkor is, ha tele van, akkor is, hogyha csak pár ülés van, vagy pár szoba foglalt, ugyanazt az alapot kell működtetni. Miből fogják kifizetni ezeket az embereket? Ugye most csináljuk a gazdálkodási tervet jövő májusig, ugye az erőteljesen még nagyjából 8 hónap, hogy mennyi pénzbe kerül a zárvatartás, mennyi ember tudunk ebből eltartani, mennyi pénz áll rendelkezésre, és ehhez fogjuk meghozni a döntéseinket. Tud már róla, hogy magyarországi szállodatulajdonosok elkezdték árulni a szállodáikat?
mindig vannak, akik árulják a szállodáikat, most is van olyan, aki árulja, és most is van már olyan, egyről tudok Budapesten, aki úgy döntött, hogy nem nyitja ki többet, és átalakítja. Mivé lehet egy szállodát átalakítani? Idős otthonná, penzióvá? Igen, speciális irodaházzá alakítja, amit nem teljesen értek, mert szerintem irodából is sok van, de biztos mindenki a saját döntéseit. Az irodaház tulajdonosok is ugyanúgy panaszkodtak, hisz a külföldi home irodák, office. Illetve mindenki home office van, és ki fog derülni, hogy esetleg nincs is szükség annyi irodára. Így van. Hát nem véletlen, hogy a bankok nem kedvelik, amikor szállodának kell hitelt adni, hiszen amikor baj van, és most baj van, akkor nagyon nehéz alternatívát találni, hogy mit lehet egy szállodával csinálni. Ilyenkor a bankok megpróbálják megszerezni a szállodákat. Így van. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk. Ezzel a beszélgetéssel véget ért már a Pirkadax Extra. Bízom benne, hogy szerdán is velünk tartanak. A viszontlátásra. Thank you.